A tudás hatalom. Tudja ezt mindazon diák, aki ma részt vett a 18. Tudok Vajdasági Regionális Konferenciáján. Az már biztos, hogy ezek a diákok csak sikereket fognak halmozni az életben. Zenével, szavalattal indult a Tudok Vajdasági döntője. Mindezek után elindulhatott a megmérettetés. A diákok biológia, informatikai műszaki tudományok, szociológia, pszichológia, helytörténet és kémia-fizika szekcióban indulhattak. A szekció elsők április 6-a és 8-a között mérhetik össze tudásukat a Kárpát-medencei szintű döntőn, amelyet a magyarországi Kisvárdán rendeznek meg. Szabó Imre továbbjutó helytörténeti kutatást végzett, Ki vagyok én címmel mutatta be családfa kutatását. Kiskorom óta ezeken a családi történeteken nőttem fel, és tulajdonképpen ebben nevelkedtem, de mindemellett a történelem az, ami nagyon foglalkoztat, és főként a kutatás része. Tehát a Zentai Történelmi Levéltárban végzett kutatásaim alapján állítottam össze az előadásomat, és sikerrel jártam. Kolliger Maxwell a szociológia szekció első helyezettje. Témája a homoszexualitás volt, amelyet több aspektusból is megvizsgál. Úgy gondolom, hogy ez egy nagyon felkapott társadalmi probléma, és fontosnak tartottam, hogy ezzel foglalkozzak, különösen úgy, hogy belevéve az egyházi vonalat, és hogy kutatást végeztem ezzel kapcsolatban internetes kérdés segítségével. Ezt kitöltötték diákok 15-től 25 éves korosztályban. A vajdasági konferencia szervezője Muhi Béla elmondta, hogy sajnos már kevesebben érdeklődnek a tudok iránt az előző évekhez viszonyítva, azonban a színvonal kicsit sem csökkent. A diákokat 3-3 tagú szakbizottság figyelte, értékelte a felmutatott teljesítményt, úgyhogy 18 tagú volt összesen a bizottság. A bizottsági tagok között szerepeltek tudományos fokozattal rendelkező egyetemi tanárok, akadémikus is volt közöttük, és így tovább. Tehát ez egy ilyen szokás és tradíció, hogy hát igen rangos zsűri legyen a szakbizottság a diákok értékelésében. A szervező hozzátette, hogy akik Kisvárdán jól teljesítenek, rangos kutatótáborban vehetnek részt a magyarországi Káptalanfüreden, illetve a legjobbak eljuthatnak a Nobel-díj átadásra is, és megismerkedhetnek az épp aktuális díjazottakkal.